kellemes délután a barátokkal, sütés, főzés, hasznos előadások és persze sokféle játék. De egy kézzel. Jó, lehet ragaszkodni. Ugye nem is gondolnák, hogy épp egy kórházban vagyunk. Körülbelül egy másfél éve kezdtem el csinálni ezt az egész klubfoglalkozást. Általában havonta egyszer tartom, így hónap közepén, de mindig változó az időpont. Délután, ugye munka után, iskola után tudjanak jönni a gyerekek. Beszélgetünk, játszunk, kézműveskedünk valamit, mindig hívok egy-egy céget kóstoltatni. Egy szendvicsütős párnácskát fogunk készíteni közösen a gyerekekkel, főleg az ő feladatuk lesz. Olvasunk, játszunk, tehát tényleg egy ilyen kötetlen foglalkozás lesz a fő cél. És az is, hogy jól érezzék magukat, és sokat tanuljanak a szüleikkel együtt. Réka és az ő kisfia Szilárd minden alkalommal örömmel jönnek a klubba. Mi 2,5 éve diétázunk lassan. Ez alatt az idő alatt nekünk nagyon sokat jelent az, hogy itt Szili olyan közösségben van, ahol más lisztérzékenyekkel is találkozhat. A közelünkben ismerősök nem nagyon vannak, tehát akik ismerősöket szereztünk, az tulajdonképpen innen vannak, az ismerőseink, barátaink lisztérzékenyek. Óvodában ő az egyetlen. Tehát, hogyha most már nem is nekem a nagy segítség, a kisfiamnak mindenképpen. Tehát, aki érezheti azt, hogy vannak mások is, akik nem ehetnek a szülinapi bulin a sütikből. Ennek a családias kis közösségnek ma új vendége van, talán tudják is, kire gondolok. Klári már kíváncsian várja, milyen új ízekkel találkozik ma itt. Hát remélem, hogy sütünk, meg remélem, hogy kóstolunk. Hát például fogalmam sincs ezekről a lisztekről, hogy ezek így mit tudnak, de az a lényeg, hogy a gyerekek ebből lehetnek. Én úgy jöttem, hogy én kicsit ebédeltem, tehát hogy én biztos, hogy próbálok kóstolgatni, és szívecskék készülnek. Indulhat a sütés-főzés, de ki lett Klári kuktája? Ő Andris, aki ugyancsak nemrég jár a klubba, de már nagyon sok mindent tud a lisztérzékenységről, és rendkívül tudatos az étkezésben. A lisztérzékenységnek egy fő alapadata az, hogy már kisgyerekkorban, tehát már 2 éves korban jelentkezhet. Én is már lisztérzékeny lettem. Én mondjuk mindig megnézem, tehát mindig odafigyelek arra, amit eszem. Elsősorban a gluténes ételeken megnézem az összetételét, hogy mi tartalmaz, és ha van benne glutén, akkor nem eszem meg. Aztán hirtelen fordult a kocka. Klári lett a kukta, és Andris a szakács. Mindegy is, a lényeg úgy is az, hogy nagyon jó és közvetlen a hangulat. Na, szerintem ez a legfontosabb, mert akkor, amikor egy betegséget diagnosztizálnak valami, az mindig drámai egy családban, legyen bármi. És azt jó látni, hogy ezt itt nem így élik meg. És láttam, hogy ez olyan itt, mint egy család, hogy mindenki kérdez a másiktól, és azt gondolom, hogy amikor esélye van arra az embernek, hogy egy másnaknak elmondja a gondjait, és ezt kéne szinte mindenhol ilyen közösségben megélni, akkor ez sokkal jobban fel lehet dolgozni, lehet recepteket cserélni, úgy lehet hazamenni, hogy töltődök, mert más is van ilyen helyzetben, és mégis mosolyog. És ez nem akkora tragédia mégsem, mint aminek megélik. Az itt készült fotók pedig önmagukért beszélnek.